Marha pörkölt sertéslábbal rotyog a bográcsban, többek között a keresztény értelmiségiek faddi csoportja is részt vett a településen rendezett falunapon, ahol főzőversenyt is szerveztek. Itt mindenki nyert, tehát az a lényeg, hogy az emberek jól érzik magukat, mindenki a saját főztjével meg legyen elégedve, aztán, hogy most első lesz 8., 18., ez a részletkérdés. Csak a krumpli hiányzik már belőle, azért nem forralom, mert későn viszik el a mintát. A helyi nyugdíjas egyesület is rendszeres résztvevője a programnak. Sokan vagyunk 120, és azért összedobjuk a kis pénzünket, és akkor abból főzünk. A gasztroverseny mellett árusok, illetve kézművesek is színesítették az eseményt. Bali Ervin a település alpolgármestere azt mondja, a rendezvény célja elsősorban, hogy a koronavírus járvány miatt az elmúlt 2 évben eltávolodott lakosságot és civil szervezeteket újra összehozzák. Én azt gondolom, hogy egy ilyen falunap, ami most itt rendelkezésre bocsátott a település, ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy ismét baráti társaságok megint leüljenek egy asztalhoz, beszélgessenek, kicsit iszogassanak, kommunikáljanak egymással, keressék a társaságot, minél hamarabb sikerüljön összeverbúválni azt a jó kis közösséget, ami egy települést jellemezhet. A Faddi Bartal Parkban a nap hátralévő részében színpadi fellépők előadását élvezhették a résztvevők. You shot me, then you got me, and I'm like, damn, you rum-bum-bum. I see the satisfaction in your eyes.